Első Rákóczi György a korszak legnagyobb ágyúöntő főura volt Magyarországon. 1631-től 17 éven át több tucat bronzágyút készítettek itt, majd az erre szolgáló épület 1672-ben tűzvészmartalékává vált. Ennek maradványait tárta föl a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2006 és 2011 között. Az itt fellelt épületmaradványok, eszközök és tárgyak nyomán kialakított múzeumot az Emberi Erőforrások minisztere adta át ünnepélyes keretek között. Ilyen életszerűen idehozni azt, ami egy 400 éves múlt, az azért is nagyon fontos, mert a fiataljaink, a gyerekeink most már hozzászoktak a multimédiához, meg a digitális kultúrához, meg mindenhez, ezért nagyon fontos, hogy életszerűen mutassuk be azt, ami múltunk, amire büszkék vagyunk. A célunk az, hogy minél több látogató jöjjön, és minél több ismerettel távozzanak Sárospatakról, és ez egy új arcát mutatja meg a Rákóczi családnak. Sárospataknak, mint Szent Erzsébet szülővárosának, a Kultúra Magyar Városának és Zemplén idegenforgalmi és turisztikai központjának egyetlen lehetősége a turizmusban rejlik. Éppen ezért örülünk ennek az újabb attrakciónak, hogy ilyen szép szóval mondjam, hiszen egy 500 millió forintos beruházás kapcsán egy olyan látványossággal gyarapodhatott gyönyörű szép városunk, amely Európában is egyedülálló. A közel 400 négyzetméternyi területen különleges élmény várja az érdeklődőket, hiszen az ágyűöntés 17. századi munkafázisait mutatja be a kiállítás. Így például az olvasztó berendezést és az öntőaknát. Az épületben helyet kapott egy 6,5 méter magas ácsolt csigával felszerelt korhű gerendaszerkezet is, amely egykor az ágyuk bronzszerkezetét mozgatták és a furat készítésére szolgált. Bemutatjuk azokat a stációkat, ahogyan az ágyú öntő mintája, formája készült, úgyhogy tulajdonképpen komplex módon minden múzeológiai eszközt igénybe véve maketteket, tablókat, animációs filmet, enteriőröket próbáljuk feldolgozni ezt a témát, úgyhogy egy laikus látogató is megértse és megismerkedhessen vele. És egyszerre szolgál és mutatja a Sárospataki nemzet tudását, múlt őrző képességét és teljesítményt, és mutatja azt, hogy mi a magyar nemzet szintjén felmutatjuk ezt, mint eredményt, és mint olyan fontos elemét a mi kultúránknak, amik a mi európai mi voltunkat bizonyítják. Sárospatakon megmutathatjuk Első Rákóczi Györgynek egy másik arcát az ipar területéről, ami én úgy gondolom, hogy a múzeumok tekintetében különlegesség ma Magyarországon, de talán Európában is. A rendezvényen elhangzott további régészeti lelet vár feltárásra a Sárospataki Rákóczi vár várkertjében.